itt az aszályas idő. Most elvileg holnap már lesz eső, és annyira kifogytunk az esővízből, hogy nagyon minden víztároló üres, és mivel hogy holnap egy nagyon kevés eső jön, ezért lecsekkoltuk az ilyen vízelvezető részt, amit az eső vizet elvezeti nekünk hátra, amit szintén átvariáltunk, azt majd későbbiekben megmutatom. És azt vettem észre, hogy itt van egy ilyen elalakú csatornacső, ami összeköti az föld alatti ciszternát, összeköti itt a kifele jövő csővel, ami kijön a földből, és elmegy hátra a gyűjtőkhöz. Igen, ám csak az történt, hogy itt van egy domboldal, és ez a cső egyszerűen fogta magát, és vagy a szárazság, vagy a tél, teljesen mindegy, nem tudjuk megfejteni, hogy mitől. Lényeg, hogy lejjebb csúszott, nem kicsit, és ezért most ki kellett ásni újra, és gyorsba adni egy támasztást neki, és újra visszakerült a helyére. Be lehet rakni az összekötő csatornadarabcsövet, és a holnap érkező eső már el lesz vezetve a hátsó tárolóba ezáltal. És ezt a csövet, hogy legközelebb ne csúszom meg, annyi lesz, hogy leverünk ide elé még két karót, és miután a karó le lett verve, ki van támasztva, fogjuk és visszatöltjük földdel a cső körül, és remélhetőleg akkor még egy jó ideig majd kiszolgál minket, és nem maradunk víz nélkül. Hát ez a feladat vár most ránk, amit itt most gyorsban megcsinálunk, és Benni megrendelte az esőt, úgyhogy érkezni fog holnap. Támasztása megvan, most már csak fel kell tölteni földdel, és akkor el tud folyni a víz, ahogy eddig is elfolyt.